A műsorszám támogatója, a fogadás új formája, a V-Sport. Ugye kezdődött egy kadett meccsel 1 órakor, ezt sikeresen megnyertük, nagyon örülök, hogy azt is egy győzelemmel zártuk. Mennyit játszottál, hogy teljesítettél? Azt hiszem egy 25 percet játszottam, szerintem egész jól hoztam a teljesítményt, amit szoktam, úgyhogy ennek is örültem. Ezután derült ki, hogy a felnőttre még kell egy papírt elintéznünk, hogy kikérik a játékengedélyt. Sietnie kellett, mert ugye egy órakor vasas rangadót játszott az U16-ba, úgyhogy szerintem egy gyors kaja után átért a mérkőzésre, és le tudta játszani élete első NB1-as mérkőzését, és nem akárhogy. Hogy élted meg a pályán töltött perceket? Nagyon örültem, hogy ennyi lehetőséget kaptam, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól éreztem magam a pályán, mind támadásban, mind védekezésben. Persze itt szembe jött velem pár hiba, amiben még fejlődnem kell esetleg, de jó volt így megtapasztalni ezt a ritmust, hogy itt milyen. Milyennek érezted a felnőtt mezőnyt például egy kadetthez képest? Sokkal keményebb, sokkal gyorsabb, fizikálisabb, de igyekszem ebben is fejlődni, hogy felvegyem ezt a ritmust. Olyan jó versenyző, olyan adottságokkal rendelkezik, nem feltétlenül fizikálisan, csak a kosárlabda egy rettentően összetett játék, és itt a Gógyi, úgy mondjam, rettentően számít, és ő ebbe kimagasló. Én azt gondolom az egész csata egyesületébe. Ezért tud, én azt gondolom, több korosztállyal feljebb is rendkívül jó teljesítményt nyújtani, mert olvassa a játékot. Olvassa a játékot, nagyon jól anticipál, és ami még egy nagyon-nagyon plusz, igazi vezér és vagány vezér. Mit vársz a vasas elleni párharctól? Én nagyon remélem, hogy mind támadásban és mind védekezésben is felül tudjuk múlni a Vasas majd, és koncentráltak leszünk. Mint tudni kell, ugye a Vasassal mindig ilyen presztízs meccs van, itt a budapesti rangadók szoktak lenni, de úgy gondolom, hogyha fejben ott leszünk, és kijavítjuk a hibáinkat akár az előző negyed döntőből is, akkor sikerülhet. Ha megfelelően összpontosít a társaság, ehhez rettentően koncentrálni kellene, rettentően fókuszáltnak kellene lennünk, akkor sikerrel vehetjük ezt az akadályt, főleg pálya előnyből. De én azt gondolom, hogyha nem megfelelő attitűddel lépünk pályára, még nagyon-nagyon nagy meglepetést okozhat ez a igen kellemetlen kosárlabdát és fizikális kosárlabdát játszó Vasas. Keresd fel weboldalunkat! Kövess minket a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on, sőt már a TikTokon is ott vagyunk.